A Los Angeles nemzetközi zongora versenyt 1990-ben alapította Neslényi Judit, Magyarországról kiköltözött zongoraművész, aki felkarolta Liszt zenéjét Amerikában, tehát többek között neki is köszönhető, hogy nemzetközileg elismert zeneszerzőnk kint is népszerűségnek örvend. Geraldine Killinggel együtt indították el a verseny útjára, mely ma már 200 főt fogad minden második évben. A versenydíjak nagyon magas rangú helyekre juttatják el a győzteseinket, így például Washington DC-ben, a Magyar Nagykövetségen biztosítunk lehetőséget a versenygyőztesnek hangversenyre. Ezt követi a londoni Magyar Intézet, és ezt a turnét zárja Budapesten, a Liszt Múzeumban egy szóló est. Ezt kiegészítik zenekari, szólista felkérések és egyéb hangversenyek Amerika területén. És az ösztöndíj fogalma az idén fogalmazódott meg, miután személyesen tapasztalom és tudom, hogy nem könnyű kijutni egy versenyre, és szeretnénk a felkészülő hallgatóknak segíteni a munkáját azzal, hogy leveszük a vállukról a terhet, hogy elintézzék a repülőjegyet, a szállást, a járulékos dolgokat, és csak a felkészülésre, a zongorázásra figyelhessenek oda. Így a Los Angeles-i Nemzetközi Liszt verseny idén útjára indított egy ösztöndíjat, amihez csatlakozott a Zeneakadémia Baráti Köre Egyesület, és ennek az ösztöndíjnak önök is részesei, hiszen megvásárolt jegyeikkel támogatják ezt a nemes célt, hogy összegyűjjön az az összeg, amiből a versenyző kiutazhat novemberben a soron következő Liszt versenyre. Továbbá megköszönöm azoknak a cégeknek és magánszemélyeknek is, akik nem csekély anyagi összeggel járulnak hozzá ehhez a célhoz. És itt ragadnám meg az alkalmat, hogy átadjam a szót Balta Andrásnak, aki fölkonferálja idei ösztöndíjnyertesünket, első ösztöndíjnyertesünket, és bemutatja őt egy pár szóval. Akkor most térjünk arra, miért tulajdonképpen én ma este itt vagyok önökkel, hogy bemutassam Váradi Lászlót, aki az ösztöndíjasa a Zeneakadémia Baráti Körének, illetve a Los Angeles-i Liszt versenynek. Ugye a kiválasztás úgy történt, hogy egy szakértő zsűri elég sok jelentkezésből egyhangulan, meg kell, hogy mondjam, Váradi Lacinak a produkcióját érezte olyannak, hogy érdemesnek tartott arra, hogy a Liszt versenyen megjelenjen Los Angelesben. Amit az ő játékában szeretek és csodálok, az egy bizonyos őserő, ős tehetség, nagyon komoly zongorázásról van szó, nagyon ambiciózus zongorázásról, szuggesztív a végletekig a játéka. Én azt gondolom, hogy mindezek a tulajdonságok Lacit egy igazi, hát Liszt játékossá teszik, és van egy titkolt reményem és vágyam, hogy hát ezt a Los Angeles-i versenyt az idén ő fogja megnyerni, és ezt kívánom is neked szeretettel. Nos, amit átadunk, bocsánat, igen, most már ki is nyitottam, mert felolvasom, hogy elismerő oklevélről van szó, a Budapesti Lisztvány Zenészeti Egyetem első éves mesterszakos hallgatója, aki elnyerte a Los Angeles Nemzetközi Lisztverseny és a Zeneakadémia Baráti Köre Egyesület közös utazási részvételi ösztöndíját a 15. biennális Los Angeles Nemzetközi Lisztversenyre. Hát a versenyen való részvétel, sok sikert kívánunk, ez ide is van írva, de ezt még fejből is el tudom mondani. Valóban sok sikert és minden jót, nem csak ehhez a versenyhez, hanem minden. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget és a bizalmat. Minden erőmmel azon fogok tevékenykedni, hogy a közöljövőben is érdemes legyek erre a kitüntető figyelemre. Köszönöm. Thank you.